Ha beírjuk dr. Türmer Gyula nevét egy internetes keresőbe, nagyjából 61.500 találatot kapunk sok-sok információval. Amit viszont mindenki tud róla, hogy 25 éve vezeti a Magyar Munkáspártot, és ő az egyik olyan politikus, aki külföldi látogatásai során sokszor részesült kitüntetett díszes fogadtatásban, de erről majd később. Hithű, elveihez gyökeresen ragaszkodó politikus, aki pályafutása alatt egyszer sem gondolt arra, hogy más ideológiát válasszon. Pedig sok-sok kérdés merülhet fel a nézőben is, épp úgy, mint bennem, hogy mi lett volna, ha Türmer Gyula 1989-ben egy másik utat választ. Ezt már nem tudjuk meg, de azt igen, hogy miért ragaszkodik ennyire kitartóan elveihez. Rögtön megfogott a születési dátuma, hiszen képzelje itt Szentesen, az évek, sőt évtizedek óta vezető politikusok is 53-ban születtek, ezt el lehet árulni. Tudnak valamit ezek az 53-asok? Én azt mondom, hogy 53-ban ténylegesen egy fontos esztendőt ünneplünk. A magyar közéleti személyiségek közül mondjuk a leggazdagabb kapitalista Csányi Sándor is 53-ban született, és a egyes számú kommunista Türmer Gyula is 53-ban született. Én még úgy óvatos voltam, vagy legalábbis szüleimnek a okos családtervező politikának köszönhetően én áprilisban születtem. Ez ugye már Sztálin halála után van, aki márciusban halt meg. Úgyhogy akár Jobbik, akár Fidesz nem foghatják rám, hogy a sztalinizmushoz bármi közöm van. Türmer Gyula 1953. április 14-én született Budapesten. Édesapja hivatásos honvédtisztként dolgozott, aki munkája mellett megszerezte a hadtudományok kandidátusa, majd doktora címet is. Édesanyja egyébként csongrádi születésű, és kezdetben hímzőnőként dolgozott. Természetesen gyermekkora minden rezdülése visszaköszön egész életén át, hiszen Türmer Gyula is, mint mindenki életében, a gyermekkor meghatározta a későbbi életút alakulását is. Mivel édesanyja csongrádi születésű, így Türmer Gyula gyermekként nagyon sok időt töltött csongrádi rokonainál, amire szívesen emlékszik vissza. Más volt minden, mint Budapesten, éppen ezért az itteni nyugalmat és sok-sok tanulságos nyarat nem cserélné semmire sem. Azóta is, ha Csongrád megye bármelyik településén jár, úgy érzi, hazajön. Az én családom az apám ugye első generációs értelmiségű, munkás gyerekként kezdte Budapesten, született, textiliparban dolgozott még a háború után, és egy pár évig a magyar pamutiparban dolgozott Újpesten. Anyám pedig csongrádi születésű, először azt írtam be az életrajzomba, hogy parasz családból származott, ebből aztán rendesen kikaptam otthon, ugyanis ő kubikus családból, az apja kubikus volt, ami hát egy kicsivel más volt az akkori társadalmi hierarchiában. De itt Csongrád városában élt, született, és úgy került fel, aztán Budapestre dolgozott. Én azt mondom, hogy két egyszerű ember életérzése az volt, hogy jobb legyen a dolgozó embereknek. Anyám nem dolgozott egy idő múlva, apám egyszer nem engedte. Számára egy életprogram volt, hogy ha a gyerekem hazamegy az iskola után, akkor meleg étel várja otthon. Ezen ma már talán nevetünk, de akkor azok számára, akik soha nem kaptak meleg ételt, meg soha nem várta őket senki otthon, mert a nagyanyámnak mindig dolgozni kellett cselédként, azok számára ez egy életérzés volt, és egy életprogram volt. Van egy húgom, ő 6 évvel fiatalabb, mint én. Ő pedagógusnak indult, és pedagógusként is dolgozott. A rendszerváltás előtt még úttörő vezető is volt, és szerintem ma se énekel nála jobban úttörő dalokat. Nagynéném, Irén néni ma is él, és gyakran meglátogatom őt Csongrádon, hogyha erre jövök. Ja, nyár csodálatos volt. Akkor még Csongrád, hát ha nem is falu volt, de azért egy igencsak kisvárosnak számított. Szabadság volt, jártuk a kukoricaföldeket, bicikliztünk, mentünk a Tisza körös tarokba, fürödtünk, a gátakon kergetőztünk. Nagyon-nagyon szép volt, és hát ott éltünk az emberek között. A vájkot vetették onnan nem messze tőlünk az emberek, abból épült a ház. A nagynéném férje tűzoltó volt, aki itt szolgált a szentesi tűzoltó laktanyába, egyszer-egyszer elhozott ide. És ezek az emlékek, ezek a közös beszélgetések, ezek formáltak.
mind a mai napig, amikor úgy félegyházánál elfordulunk Csongrád felé, azért megdobban a szívem. Ha tovább lapozunk Türmer Gyula életében, akkor egy szintén meghatározó időszakhoz jutunk, a középiskolai évekhez. A budapesti Fazekas Mihály gyakorló gimnáziumban végezte tanulmányait 12 éven keresztül, hiszen általános iskolai tanulmányai is ehhez az intézményhez kötik. Később a Fazekas egy igen kiváló szintű középiskolává formálódott. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia mostani elnöke nem sokkal előttem járt, ugye matematika szakra, és hát emlékszem, hogy matematikusokra nagyon büszkék voltunk. Én nyelvi szakon végeztem, angolt, illetőleg oroszt tanultunk. Apám egyébként nem akarta, hogy gimnáziumba menjek, még azt mondta, hogy valami rendes szakmát tanuljak, és soha nem lesz a fiából semmi. Aztán amikor látta, hogy csak tudok érvényesülni a humán területen is, akkor ő is megnyugodott. A történelem ismerete és tanítása pedig azt eredményezte, hogy nemzetközi ismeretekkel bővítse tudását. Akkoriban magyar diplomatákat a külügyminisztérium számára vagy a Budapesti Közgazdasági Egyetemen képeztek, de leginkább Moszkvában. 1971-ben a középiskola elvégzése után Türmer Gyula a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén tanult egészen 1976-ig. A Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetem egyébként ma is az egyik legkíresebb a világon. Nagy kár, hogy nem küldenek egyszerűen érthetetlen okok miatt magyar diákokat. Akkor diplomáciai szakra vettek fel, és arra indítottak ki. Japán nyelvre küldtek, igazából akkori külügyminisztérium döntése volt, de nem bántam meg. Hát a japán nyelv elsajátításával egy új világ nyílt az ember előtt. Szerintem nagyon jó külföldön tanulni, és az ember egy nagy hatalom fővárosába tanulni. Az ember egészen másként látja utána a saját hazáját. Aki nem mozdul innen ki Magyarországról, az mindig azt képzel, hogy mi vagyunk a világ közepe. Ha onnan nézzük, akkor ugye látszik, hogy nem azok vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé szeretjük az országot, sőt, talán még jobban szeretjük, jobban megértjük és jobban el tudjuk helyezni. Az akkori Szovjetunió, ez a 70-es évek, ez nagyon izgalmas volt. Akkor ez még a brezsnyevi korszaknak egy felfelbő menő ágazata volt. És én azt látom, hogy az emberek jól élnek. Az emberek érzik azt, hogy ez a társadalom az övéké, élvezték a II. Világháborúban kivívott győzelemnek a következményeit. És azt is lehetett látni, hogy azért ebben a szocialista társadalomban vannak gondok. Hát azért nem volt mindenből elég, hol a kenyér hiányzott, hol a hús hiányzott, hol egyéb dolgok hiányoztak, minőséggel voltak problémák, de azért az emberek hittek abban, hogy meg fogják tudni oldani, és előbb-utóbb jobb lesz az élet. Egyébként csak itt zárójelben talán ezt írta is az Elsikasztott Ország című könyvében, hogy ugye hiányzott néhány alapvető élelmiszer, viszont estére már volt. Ez tényleg egy fura idő volt, mert a boltokban nem lehetett kapni sok mindent. De este, hogyha az ember vendégeségbe ment, akkor azt látta, hogy hát valahogy szereztek. Hát valahogy nem volt, de lehetett szerezni. Most ezt később értettük meg ennek a fontosságát, mert a Gorbacsov idején szerezni se lehetett. Tehát nem csak nem volt, hanem igazából szerezni se lehetett. Tehát akkor kikényszerítettek egy ilyen éhség állapotot, egyszerűen nem adtak az embereknek, azért, hogy előkészítsék azt a rendszerváltást, ami ott is bekövetkezett. Moszkva után hazatérve Türmer Gyula a külügyminisztériumban kezdett el dolgozni, mint japánul beszélő ember, ez lett az ő szakmai területe is. Viszont sokkal jobban érdekelte az akkori legnagyobb szövetségesünk, vagyis a Szovjetunió körüli ügyek, és mindig is vágyott rá, hogy egyre közelebb kerüljön ehhez. Hát az orosz nyelvtudás itt is segített, Puja Frigyes volt akkor a külügyminiszter, egyébként ő is idevalósi volt, tehát nem is Csongrádban, hanem Batonya környékére. Rengeteget jártunk vele később, mint miniszterrel Batonyára. Egyszer orosz tolmács kellett neki, én végig tolmácsoltam neki egy estét, és onnantól én voltam a egyes számú orosz tolmács. Így aztán katonának se vittek el, nem kellett sehol sem menni, és a későbbi sorsom pedig arra felé orientált, hogy ha külföldre helyeznek ki, akkor mindenképpen Moszkva legyen az. És később ugye 2 évet töltöttem Szűrös Mátyás nagykövetsége idején a moszkvai nagykövetségen. És hát közben bekövetkezett egy olyan fordulat, ami
hát nem minden diplomatának adatik meg. Ugye felfigyelt rám Kádár János, ugye sokat dolgoztam mellette, és gyakorlatilag 1977-től egy egyre szorosabb kapcsolat alakult ki. 80-tól már ott dolgoztam a közvetlen közelébe, 85-től pedig hát közvetlen munkatársa voltam az akkori pártban. Hát ha nem is töltöttem be vezető funkciót, de azért ismertem az akkori politikai konyhát, akkori vezetőket, és hát mindenekelőtt Kádár János. Kádár Jánosnak ugye nyilván három korszakát különítjük el, és talán ön abban a korszakában dolgozott vele, amikor már nagyon sok mindent ő tett és megtett, és láthatta az utolsó időszakában is, hallotta az ő terveit, lehetőségeit. Milyen emberként ismerte meg őt, milyen volt akkor Kádár János a 70-es évek végén? Hát ugye 1912-ben született, tehát amikor 77-ben megismerkedtünk, ő már 65 éves volt, de abban az időszakában még egy nagyon fit és betegségekre egyáltalán nem panaszkodó ember. Talán ugye a 80-as évek első felében, 83-84 körül lehetett már érezni, hogy öregszik, és egyre több betegsége van. De ezt is inkább abból lehetett tudni, hogy januárban is elment szabadságra, meg augusztusban is elment szabadságra. Én azon, hogy egy nagyon rendszerető ember volt, nagyon pontos ember volt. Ha valakitől én tanultam pontos munkavégzést, akkor az ő volt. Ma ugye könnyű a számítógépen akár ezerszer is átjavítani egy szöveget, akkor ilyen nem volt, akkor írógép volt. Most ahhoz, hogy egy hiba nélküli anyagot elkészítsünk, milliószor kellett átírni egy-egy anyagot, és hát bizony éjszakák mentek rá. De megtanultuk azt, hogy rendesen, becsületesen kell dolgozni. Értékelte a jó munkát, nem dicsért ütre-tütre. A két év után azt mondta, hogy jó, akkor az ember már úgy elégedett volt. De emlékszem, hogy amikor egy konfliktusom akadt éppen Szűrös Mátyással, egy kitüntetés fölterjesztettek munkaérdemrend aranyfokozatra, és ő úgy ítélte meg, hogy nem érdemlem meg. Valójában az állt mögötte, hogy Szűrös akkor már nem akarta a Szovjetunióval kapcsolatot, én meg azt mondtam, hogy legtöbb szövetséges, barátunk ki kell tartani. És amikor Kádár János fülébe jutott a hír, akkor ő személyesen döntött, hogy igen, ki kell tüntetni, aláírta. Tehát megvédte a munkatársait. Óvatosan választotta őket ki, de megvédte. Én azon, hogy nagy tudású ember volt, egyben talán nem volt elég jó. Én azt gondolom, hogy a munkatársai kiválasztása az nem volt elég alapos. Talán nem volt elég jó emberismerő. Olyanokkal vette magát körül, akik aztán vékony jégre vitték. Tehát mondjuk a magyar adósságállomány ügyébe bebeszélték neki a liberális közgazdászok, hogy nem gond, ha fölveszük az adósságot, tehát mi történhet, hát semmi, hát adósnak lenni jó. Nem, adósnak lenni nem jó, ahogy itten Csongrádon tanultam, hogy az embernek adóssága van az olyan, mintha az asztalnál ülne valaki és még enne. Szóval ezek a dolgok nem jók, és hát kiderült, hogy nem is az. A pártelnök szerint nem lehetett érezni a rendszerváltás hullámát. Azt tudták, hogy megújulásra szükség van, viszont a modellváltás témaköre is tabunak számított, de abban egyetértettek, hogy a történelem előrehaladása új módszerek és eszközök bevezetését kell, hogy jelentse. De hát mégis voltak ugye gondok, és voltak, azt mondta, hogy igen, egy másfajta modellre van szükség. Most, hogy milyen legyen ez a modell, emögött már azért különböző vélemények húzódtak meg. Nem mondta ezt így senkit, még se Nyers Rezső, se a többiek, tehát a liberálisok, nem azt mondták, hogy a kapitalizmus kell, hanem hogy közelíteni kell Európához, meg a piacgazdaság módszereit kell átvenni. Na most a piacgazdaság az a kapitalizmus sajátja, ezt ma már tudjuk, látjuk. Ha onnan átveszünk, és nem tartjuk meg szilárdan ugye a szocializmust, akkor előbb-utóbb ez a társadalom elvész. Ugye a gazdasági reform egyik következménye az volt, hogy ugye egyes vállalatok és egyes rétegek sokkal jobban kezdtek élni, mint mások. És kialakult, hogy a vállalatigazgató és a munkás között már nem ötszörös különbség volt, mint hogy megszoktuk, hanem mondjuk tízszeres. Ahhoz már kezdett a kapitalizmushoz közeledni. Megengedheti ezt a szocializmus? Nyilvánvalóan nem.
És akkor kialakult, jött egy fiatal generáció, ez dönten ugye a Németh Miklósék korosztálya, akik már ugye jóval a szocializmus megszületése után jöttek a napvilágra, akik nem élték meg 56-ot, és persze pláne nem tudtak semmit 45-ről, egy ilyen pragmatista alapon álltak hozzá. Kádár János nem hitt abban, hogy itt kapitalizmus lesz, és azt meg lehet csinálni. Amikor Gorbacsov főtitkár lett a Szovjetunióban, akkor ő megingott egy kicsit, mert a Gorbacsov első ötletei tetszettek neked. Persze újítani kell, frissíteni kell, új emberek kellene. Aztán amikor látta, hogy a glasnost, ugye a nyilvánosság, az azt jelenti, hogy szétrugjuk a saját múltunkat, akkor azt mondta, álljon meg a menet, szóval ez azért nem megy. Meg amikor ugye azt látta, hogy ugye a gyorsítás és a korszerűsítés azt jelenti, hogy kritika nélkül átvesszük azt, ami nyugaton megy, az, akkor azt mondta, álljon meg a menet, és ez nem fog menni. Én emlékszem Antal József levelére, aki 80, még Grosz idején, a rendszerváltás előtt 88 végén írt Grossznak egy levelet. Ez később aztán ugye el is terjedt ez a levél. Maga Antal József sem hitt abban, hát Grossznak felajánlotta a szolgálatait. Nem hitt abban, hogy itt rendszerváltás lesz. Ezt néhányan tudták. Ha már Kádár János olyan érdekes, nyilván az utolsó időszakában és az utolsó beszéde, amely meg annyi videófelvételen az interneten megtalálható, sokan kételkedtek abban, hogy ő szellemileg ugyanolyan friss és épp volt, és tudta, hogy mi történik a közvetlen környezetében. Ön erről mit gondol? Egy 87 éves emberről beszélünk, tehát egy tényleg egy nagyon idős valakiről. És egy beteg emberről, akinek tüdejével, szívével, egyéb dolgaival. És hát nem beszélve arról, hogy ő kiesett 88 májusában a hatalomból. Most, hogyha valaki elmegy hosszú évtizedek után a gyalupadtól nyugdíjba, akkor is az ő élete megváltozik. Nem találja helyét. Tehát Kádár János se találta. Hiába volt ő a párt elnöke, mindenféle hatalom, befolyás és lehetőség nélkül. És hát közben ő is látta, hogy rohanunk a kapitalizmusba, és ő ettől tartott, ettől félt. Én azt gondolom, hogy ezek mind együttvéve az ő lélektani körülményeit befolyásolták. Én emlékszem arra az estére, amikor egyszer bejött, és én Grossz Károly mellett dolgoztam, akkor késő este volt már, és Kádár János megjelent, és azt mondja, hogy a tűrmeráltás el tudná intézni, hogy beszéljek a grosszáltással. Hát ez egy, hogy mondjam, egy annyira megdöbbentő kérés volt, hogy az ember hirtelen nem is tudta, hogy mit évből legyek. És végül abban végtem természetesen is. És bement és beszélgettek, és aztán Grossz kiszólt, hogy hozzá be viszkit. Bevittem, és a Kádár mondja, hogy üljön le maga is. És ott hárman. És akkor azt mondta, én már nem tudom megcsinálni, de védjék meg maguk a szocializmust. Hogy beszéljenek a kínaiakkal, hogy ők hogy csinálják. Itt ebből baj lesz, menjenek el a munkáshoz, a dolgozóhoz. Hát pontosan tudta, hogy itt mi fog bekövetkezni. Az utolsó beszédét persze ma így kigúnyolják. Én azon, hogy kigúnyolják, ha úgy egybe olvassa az ember, és figyelembe veszi, hogy egy milyen lélektani nyomás alatt született, akkor már azért nem annyira kigúnyolandó. Az aggályait és az aggodalmát fejezte ki. Más dolog, hogy ha én Grossz Károly helyében lettem volna, akkor mindent megtettem volna, hogy ott ez a beszéd ne hangozzék el. A rendszerváltás óta eltelt 25 év. Ez az idő ahhoz sok, hogy a miérteket keressük. Megtörtént és kész. Az viszont érdekes, hogy megvizsgáljuk azt az utat, amit Türmer Gyula azóta bejárt. Hiszen akkor és ott, 25 évvel ezelőtt választhatott volna egy másik utat is, de nem tette. Ami számomra a legnagyobb kérdés ebben, ön miért úgy döntött utána és akkor, hogy inkább a párt újraegyesítésében vesz részt, hiszen bizonyára jó döntés volt, hogy a pozíciót nézünk, hiszen azóta betölti a pártelnöki posztot. Miért nem csatlakozott akkor az MSZP-hez, mint ahogyan annyian tették? Hát nézzem, én ismertem az akkori vezetőket, ismertem Nyerset is,
Horn Gyulát és Németh Miklóst és Szűrös Mátyást és Pozsgai Imrét és Berecz Jánost és azt mondom, én nem tudok ezekkel az emberekkel dolgozni. Még külügyesként sem. Nyers Rezső agitált, hogy maradjak ott ilyen külügyesként, mert tudta, hogy vannak jó ismereteink, tapasztalataim. De mondtam neki, hogy nem, hát ebből előbb-utóbb konfliktus lesz, hiszen ezekben nem értünk egyet, más világot képzelünk. Úgyhogy hát 37 évesen azt mondtam, hogy nem. És persze szerepet játszott, hogy visszagondoltam arra, hogy apám 29-es születésű, 56-ot volt. Akkor azért mindenkinek dönteni kellett, hogy erre megyek, vagy arra megyek. A szocializmus mellett maradok, vagy nem maradok a szocializmus, átmegyek egy másik oldalra. És akkor ő fiatal katonatisztként, nem szovjet nyomásra, meg nem tudom micsoda, hanem az utcán el kellett dönteni, hogy most a munkással, a dolgozóval megyek, vagy új hatalmasságokat keresek. És akkor azt mondta, hát ő el tudta dönteni, akkor én is el tudom dönteni 37 évesen. És azt mondta, megnézem, hogy mi van akkor, hogyha tényleg a dolgozó ember, a munkással tudunk menni. És voltak ilyenek. Hát emlékszem, akkor Kádár János temetésére készültek, őt fölravatalozták az egykori MSZNP székházában, a mostani képviselői Fehérházban. Napokon keresztül százezrek menték és rólták le a kegyeletüket. Tehát a magyar nép odajött. Nem a temetőbe ment, oda ment. És akkor lehetett érezni, hogy itt van valamit, érdemes, csak meg kell tudni csinálni. És azt láttam, hogy Grósz, akinek esélye lett volna, hogy egy új pártot vezessen, nem akarja, belefáradt, nem értette már, hogy mit akarnak az emberek. És akkor azt mondom, én mindenképpen egy más pártot akarok, más pártot szeretnék. És amikor összejött az első kongresszus 89. decemberében, akkor lehetett látni, hogy az a sok fiatal, aki ott volt, ők is mást akarnak. Nem a szocializmust akarják megtagadni, hanem azt akarják jobban csinálni, másképpen továbbvinni, új arcokat keresnek, és hát akkor rám esett a választás. Olvastam egy írást 2012-ből, amely önről szól, rengeteg ilyen publicisztika van nyilván az interneten. Azt írta ez a publicista önről, hogyha ön 89-ben ezt a másik utat választja, akkor bizonyára, hogy legalább két ciklusú miniszteri posztot már betöltött volna, és azt írja még ez az író önről, hogy túl intelligens és túl művelt ehhez a párthoz, amelynek most is az elnöke. Nézd, biztos, hogy ha akkor az MSZP-t választom, vagy netán más területre megyek, akkor ma gazdag ember lennék, esetleg a politikai életbe befutottam volna valamilyen pályát. De az is biztos, hogy az ember lelkiismerete nem lenne olyan nyugodt reggel, azért a tükörben nem nézne olyan nyugodtsággal, mint ahogy azt ma teszem. Nem vagyunk olyan gazdagok, nem a tehetőség, de azt gondolom, hogy sem a szüleimet, sem a neveltetésemet, sem az elveimet nem tagadtam meg. De most nézze, a mi pártunk az egyszerű emberek pártja. Hát ide nem a nagy tudású, egyetemi hátterű, nagy múlttal rendelkező emberek jöttek 89-ben. Azok jöttek, akiknek a szocializmus adott valamit. A munkásnak, a parasztnak, a dolgozónak, annak az egyszerű katonának. Tábornokok nem jöttek, alezredesekig jöttek. Én büszkélek arra, hogy van képességem szintetizálni az emberek érzéseit. És azt utána politikáként megfogalmazni. De ehhez kellenek az emberek érzései. Hát én csak azt tudom politikába átfogalmazva beleönteni és formát adni, amit az emberek éreznek és gondolnak. Türmer Gyula, ha a múltat idézi, inkább azokra a találkozókra gondol vissza a legszívesebben, amelyek egyedivé tették az ő külpolitikai szerepvállalását. Hiszen voltak olyan országok, ahol kitüntetett figyelemmel és ceremóniával fogadták. De voltak olyan nemzetek is, ahol magyar politikus rajta kívül előtte nem járt. Ezek a kapcsolatok szerte ágazóak, így említhetem elöljáróban az orosz, az arab, a szíriai, a vietnámi vagy a kínai kapcsolatait is. Ma már nem kell agitálni amellett, hogy barátkozzunk, megépítsük a kapcsolatainkat Kínával. 90-ben, amikor először elmentem, én voltam a hazaáruló, hogy lehet elmenni egy olyan országból, a Tiananmen téren lőtték a diákokat. Aztán
Teltek múltak az idők, Jeszenszky Géza már elment, és azt mondta, hogy nézd oda, hát ez egy nagy ország, lehet velük kereskedni. És álló jó Istennek, hogy Orbánék is elmentek, és mennek a dolgok. Még ott is egy kicsit segítettünk, hogy a Fidesz ne egyszerűen gazdasági kérdésként kezelje, hanem legyen a Fidesz között is kapcsolat, meg a kínai kommunista pár között is. De Lukasenkóval én találkoztam először, remélem, hogy még fognak vele találkozni. Vannak olyan területek, amelyek szép emlékként megmaradtak, és én büszke vagyok rá, ilyen a jugoszláviai dolog. Én Miloševićcel nálam senki nem találkozott többször. És megmondom, hogy nem bántam meg. Hát találkoztam Fidel Castroval, találkoztam vietnámi vezetők mindegyikével, Arafattal még az arab világból, és meg kell mondjam, hogy büszke vagyok rá, hogy Bashar Assad szíriai elnökkel is csak én találkoztam a magyar politikusok közül, ráadásul háromszor is. Türmer Gyula tisztán látja azt, hogy ma már megváltozott a világ, és a gyors gazdasági, technikai, társadalmi változásokhoz kell igazodni és igazítani a gondolatait is. Összefogásról, szakszervezetről és felvilágosításról beszél, amikor pártja jövőjéről kérdezem. Véleménye szerint ez Európa jövője is. A társadalom fejlődését az egyén jólététől is függővé teszi. Mielőtt bezárulna a Türmer Gyuláról szóló könyv, arra kértem a pártelnököt, hogy mondja el, mi az, amit változtatott volna a múltján. Érdekes volt a válasz. Hát nézze, a rendszerváltás az mindannyiunk számára egy nagyobb, a legnagyobb váltás volt. És néha azzal álmodok, hogy mi lett volna akkor, ha akkor én bátrabb vagyok, ha akkor én jobban ösztönzöm Grósz Károlyt arra, hogy védjük meg a szocializmust. Ha mozgatjuk az embereket, ha még több gyárba elmegyünk, ha rábeszéljük a Salgótarján üveggyári munkást, a Szentesi TS parasztot, hogy védjük meg a szocializmust. De hát, ha ma megtehetném, persze ezt tenném, de hát persze ez ma már a inkább történelmi tapasztalat. Azt gondolom, hogy azt az utat, amit végül is bejártuk, az tisztességgel jártuk be, és ha ezen tovább tudunk menni, akkor olyan örökséget hagyunk az utódainknak, amit ők is tudnak majd hasznosítani. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megosztotta velünk fontosabb sorsfordulópontjait. Köszönöm még egyszer. Köszönöm én is.